Nagy Kun szimfonikus nyár. A szolnoki szimfonikus zenekar vidékre viszi a komoly zenét könnyed formában. A Covid után teljes erővel készülünk a nyári munkánkra. Több fesztivált indítunk, köztük a Nagy Kun szimfonikus nyarat. Gyakorlatilag, amikor csináltuk a Szolnok Masterclass-t, akkor eljöttünk úgymond Szolnokról, kiléptünk valóban Szolnok területéről, és ezen a helyen több olyan koncert, nem csak, tehát a nagykunságban olyan koncerteket tartottunk, ahol találkoztunk olyan kedves nézővel, aki még nem hallott szimfonikus zenekart élőben. Hát ez kellő inspiráció volt ahhoz, hogy eljöjjünk és föltárjuk ezt a területet. A nagykunságban 4 helyen tartanak koncertet. Július 2-án Abátszalókon, 10-én Tiszafüreden, augusztus 20-án Karcagon, szeptember 4-én pedig Berekfürdön, ahol a zenekar kíséri Dolhai Attila lemezbemutató koncertjét is. Olyan maradandó élményre számíthatnak, és olyan csodával szembesülhetnek azok, akik ezeket a koncerteket megnézik, hogy valóban követelni is fogják, hogy a rendezvény sorozatból legyen hagyomány. Legyen a nagykunságnak egy olyan attrakciója, legyen a nagykunságnak egy olyan együttműködő partner, egy olyan nagykövete a kultúrában, a kultúra egyik a legnehezebbtől a legkönnyebbig tartó válfajában, a szimfonikus zenében, és vele együtt a fesztivál zenében is, ami örebbíteni fogja ezeknek a településeknek, a települések turisztikai vonzerejének a hírnevét. A koncerteken felcsendülnek majd film- és világslágerek. A hallgatók világkörüli úton vehetnek részt a dallamok segítségével. A nyáresti koncertsorozaton Isaki Masahiro és Kanai Toshifumi vezényli a Szolnoki Szimfonikus Zenekart.